Információs napra várták az érdeklődőket a megyeházán. A szlovák-magyar program pályázati lehetőségeit ismertették a résztvevőkkel. A kis projekt alap kisebb terjedelmű pályázatok támogatásának az eszköze. Egy-egy projekt minimum 20 ezer, maximum 50 ezer eurós költségvetéssel, legfeljebb 12 hónap alatt valósulhat meg. A pályázat feltétele egy szlovák és egy magyar partner. Kassáról érkeztünk a Via Carpatia EGTC-ből. A mi intézményünk felelős a kis projekt alap irányításáért. Ez a kis projekt alap az Interreg Tász-Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretében valósul meg, és kisebb méretű pályázatok megvalósítására van lehetőség ezen a programon belül. A felhívásunk jelenleg folyamatosan nyitva áll, a következő határidő február 28-án lesz, tehát eddig várjuk a pályázatok benyújtását. A felhívásra két prioritás mentén pályázhatnak az érintettek. A természet és kultúrán belül például a kulturális örökség megőrzésére és népszerűsítésére, erdészettel kapcsolatos programok szervezésére gyerekeknek, közös környezetvédelmi kampányok indítására, közös fesztiválok, zarándokutak, színházi alkotások szervezésére. A közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása prioritásban, pedig pályázhatnak például általános és középiskolások közös rendezvényeinek szervezésére, vagy határon átnyúló szolgáltatások kialakítására. A pályázatban önkormányzatok, iskolák, egyházak és civil szervezetek vehetnek részt. Hogyha a magyar-szlovák együttműködési programról beszélünk, illetve azokról a lehetőségekről, amelyek az Interreg keretében ki lettek írva, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jelentős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a pályázói igény. Ez általában mindig elmondható, de nagyon örülünk annak is, hogy annak ellenére, hogy ugye mi egy kis határral rendelkezünk, hogyha a szlovák határt nézzük, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének egy nagyon kis határszakasza van Szlovákiával, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy abszolút túl van reprezentálva a megye, tehát valóban azok a pályázói igények és a pályázói együttműködések, amelyek jelen vannak a megyében, azok mind élők, és nagyon sok olyan ötlet valósult meg, amely akár a nagy projektekben is, azt hiszem, hogy előremutató is mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy azok az együttműködések, amelyek már kialakultak, további eredményes együttműködéseket generáljanak majd a későbbiekben is. A Via Carpatia forrásaira 2 szlovák és 4 magyar megye pályázhat közösen. Az itthoni érintettek közé tartozik Borsod, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Fontos az, hogy mindkét országból legyen egy-egy partner, aki különféle tevékenységeket valósít meg. Fontos, hogy ezek a tevékenységek valamilyen módon kiegészítsék egymást, és így a két tevékenység által egy egész jöjjön létre, tehát nem tükörpályázatokat várunk, ahol ugyanaz a tevékenység megvalósul a szlovák oldalon és ugyanaz a magyar oldalon, hanem olyan tevékenységek, amelyek egymást kiegészítve érik el a közösen kitűzött célokat. A pályázatok benyújtásához több formai követelménynek is meg kell felelni. Érdemes alaposan utána nézni, hogy a különböző dokumentumokat milyen nyelven és hány példányban kell beadni, mivel ha ezt nem megfelelően teljesítik, elutasítják a pályázatokat, akkor is, ha a tartalmi része megfelelő.